Megfogadjuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kommunizmus hatalmi pozícióba soha többé ne kerülhessen Magyarországon, de nem csupán annak 20. századi vöröscsillagos munkásmozgalmi válfaja, mert az már a múlt, hanem annak 21. századi maszkírozott válfaja sem, mert ez igazából a veszélyes, és ez ellen kell nekünk küzdeni. Ma, február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékezünk. Annak a kommunizmusnak az áldozataira, amely a közkeletű és elterjedt tévedéssel szemben, amelyet sajnos még sok jobboldali is vall, egyáltalán nem volt célkitűzéseiben szép és jó. Ugyanis vannak, akik azt mondják, hogy a kommunizmus alapvetően szép és jó, csupán a megvalósításba csúszott hiba, és hát ezért lett belőle az, ami. Ezt a leghatározottabban vissza kell utasítanunk, hiszen már az 1848-as kommunista kiáltványban hadat üzentek az istenhitnek, a nemzettudatnak és a magántulajdonnak. Hogy aztán ez nem valósult meg, az csak azért történhetett, mert olyannyira utopisztikus volt, olyannyira a természet rendje ellen való volt. Ami viszont megvalósult belőle, az borzalmas volt. Az maga volt a földi pokol. A bolsevik terror világszerte 100 millió halálos áldozatot szedett, és mi, magyarok is pontosan tudjuk, hogy mit jelentett a Vörös Pest is. Emlékezhetünk az 1919-es patkánylázadás nyomán kinőtt tanácsköztársaságra, a Vörös Hadsereg pusztításaira 1944 és 45-ben, majd aztán a vérbírósági perekre, és később ugye szovjet szuronyok árnyékában kiirtották, elüldözték, ellehetetlenítették a magyar intelligenciát. Emlékezhetünk 1956-os szabadságharcunk vérbefolytására, az akasztásokra, hogy arccal lefele temették a magyart, a kivándorlókra, majd aztán a Kádár-rendszerre, amely tulajdonképpen úgy megroppantotta a nemzet gerincét, hogy ezt a mai napig nem tudtuk kiheverni. Bár a bolsevik Szovjetunió köszönhetően egyébként 56-os szabadságharcunknak megbukott, és a világtörténelem szemétdombjára került, mégis kettő témát ezzel összefüggésben azért körül kell járnunk ezen az emléknapon. Egyrészt, hogyha a kommunizmust egy tágabb történelmi kontextusba helyezzük, és azt mondjuk, hogy a világtörténelem folyamán mindig is volt két oldal, persze, nyilván azt el kell ismerni, hogy nagyon ritkán létezett tisztán jó vagy tisztán rossz, ha úgy tetszik tisztán fény vagy tisztán sötétség, bár ez utóbbi a kommunizmus esetében azért helytálló, de mégis ebben a tekintetben azt mondhatjuk, hogy ez a felforgató sötét eszmeiség, ezek a törekvések mindig is léteztek, amely az Isten és a természeti rend ellen támadott, tehát ebben a tekintetben, és sok volt állampárti kommunista ezeket a nézeteket ma is képviseli, tehát ebben a tekintetben ez még mindig él. Csak most már nem a kereszténységet támadják, és a magyar nemzeti identitás pontosabban, szóval támadják ezeket is, de már hadjáratot indítottak a hagyományos nemi szerepek, a hagyományos nemi identitás és a családmodell ellen is. Tehát ebben a tekintetben azt mondhatjuk, hogy a neobolsevizmus létezik, de hívhatjuk most már ezt neoliberalizmusnak is, hiszen ez a kettő szorosan összefügg, és ide sorolandó az LMBTQ ideológia is. Másrészt viszont a rendszerváltás nagyon sok tekintetben nem valósult meg, hiszen az ex-kommunisták szinte minden pártban ott vannak még, nem történt meg az elszámoltatásuk, nem történt meg a közéletben való kiszorításuk, és a kommunista luxus nyugdíjakat is ugyanúgy folyósítják. A szabadságtéren ott égtelenkedik a szovjet megszállási emlékmű, és az állambiztonsági múltat sem tárták még fel. Ezért a Mi Hazánk mozgalom a kommunizmus áldozatainak emléknapján a következő antikommunista követeléseket fogalmazza meg. Szorítsák ki a volt kommunistákat a közéletből, számoltassák el őket, a luxus nyugdíjak folyósítását szüntessék meg, a szovjet megszállási emlékművet bontsák el és tárják fel az állambiztonsági múltat. Azért még azt megjegyezhetjük, hogy a jelenlegi balliberális oldal, és erre reagálnunk kell, nem igazából marad el például Kádár Jánostól sem, ha magyar ellenességről van szó. Gondoljunk Dobrev Klárára,
aki Bratislavának nevezte Pozsonyt, Vadai Ágnesre, aki a határon túli magyarok ellen úszított, ehhez zárkózott fel egyébként a jobbikos Stummer János is, aki külön szégyent képez ebben a sorban. De ezek csak az elmúlt napok eseményei. A Mi Hazánk mozgalom a kommunizmus áldozatainak emléknapján fejet hajt az áldozatok előtt, tiszteletét fejezze ki valamennyi antibolsevista hős előtt, és megfogadjuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kommunizmus hatalmi pozícióba soha többé ne kerülhessen Magyarországon, de nem csupán annak 20. századi vöröscsillagos munkásmozgalmi válfaja, mert az már a múlt, hanem annak 21. századi maszkírozott válfaja sem, mert ez igazából a veszélyes, és ez ellen kell nekünk küzdeni.